Üdvözlök mindenkit, ez itt a Presszó, az Alföld Televízió közéleti vitaműsora. Mai vendégeim Csiki András, az Erdélyt Járók Egyesületének elnöke, és Ratalics László, a civishir.hu újságírója. Sziasztok! Szervusztok! Na, hát többfajta felmérés szólt már arról, hogy miben bíznak a magyarok, illetve miben nem bíznak a magyarok. Most legutóbb jött ki éppen egy friss, ami azt vizsgálta, hogy mekkora bizodalmuk van a magyaroknak, a magyar állampolgároknak úgy általában a helyi vezetőikben, illetőleg úgy általában a politikusokban, illetve és ez valamiért ezt is csatlakozhatták ehhez a vizsgálathoz, amit nem nagyon értek, de minden majd megbeszéljük, a történelmi felekezetekben. És most meglepetés vagy nem meglepetés, majd elmondjátok, de az jött ki, hogy 10 magyarból 6, de inkább 7 egyáltalán nem táplál bizalmat, vagy csak minimálist mondjuk a helyi vezetőjével, polgármesterével szemben, még ennyit sem táplálni bizalmat sem a úgy általában a politikusokkal szemben, de ami talán meglepetés, vagy nem, a történelmi felekezetek sem szerepeltek, ezek szerint legalábbis e felmérés szerint olyan túlságosan jól. Ott is az embereknek a nagy része azt fogalmazta meg, hogy nem bízik egyáltalán bennük. Most ugye két oldalról is megközelíthetjük a kérdést, sőt, akár 20 oldalról is, de leginkább az érdekelne, hogy egyrészt úgy elsőre mi jut erről eszetekbe, nyilván különösebben nem vagytak meglepve, de mégis mi okozhatja ezt a bizalmatlanságot, illetőleg majd a későbbiekben meg rátértünk arra, hogy ha a magyarok ezekben a dolgokban egyáltalán nem bíznak, akkor vajon miben bíznak, mert ugye Istenbe se, ezek szerint Istenbe se annyira, de ezt majd megbeszéljük. Kezdjük azzal, hogy minő ez a bizalmatlanság. Akkor messziről kanyarodok ide. Messziről, nyugodt, van időnk. Nyugodt. Ugye eleve a rendszerben feszültséget teremtett szerintem az, hogy a 2014-ig egy csomó-csomó nagyobb település, súllyal rendelkező település polgármestere egyúttal országgyűlési képviselő is volt. Na most nem én mondom, hanem maguk ezek a képviselők mondták, meg újságíróként nyilván az ember erre olykor rá is kérdezi, és valóban egyszerre egy nagyobb városnak a polgármestere lenni, plusz országgyűlési képviselőnek is lenni, plusz még azért esetleg a gyereket is látni hébe-hóba, ez hát hol sikerült, hol nem. És 2014-ben aztán ugye Orbán Viktorék átvágták a gordiuszi csomót azzal, hogy ezt a két funkciót külön választották, és én egyöntetűnek hallom azt a véleményt fideszes polgármesterektől, olyanoktól, akik korábban mindkét funkciót ellátták, hogy ez jó irányba viszi a dolgokat abban a tekintetben, hogy egy fenékkel egy lovat lehet megülni. Tehát ők is érezték, hogy ez a korábbi rendszer, ez finoman szólva sem kedvez annak, hogy mondjuk egy városvezető valóban hatékonyan tudjon dolgozni. Illetve egy ilyen folyamatos pávatáncra voltak kényszerülve, nevezetesen, ugye polgármesterként mégiscsak a városok polgársa vagy állampolgáraért tartozó felelősséggel, vagy nekik próbálsz valamit alkotni, függetlenül attól, hogy ők milyen pártpolitikai szimpátiával bírnak. Na most ugyanakkor országgyűlési képviselőként meg belekényszerülsz, főleg ha vezető politikus vagy, ilyen pártpolitikai csatározásokba. Na most itt megint az van, hogy egy fenékkel egy lovat lehetett megülni, és ennek a funkciónak, vagy ennek a szerepnek hol sikerült megfelelni, hol nem. Tehát azért ez egy frusztrációt okozott bennük is, már pedig ha bennük okozott frusztrációt, meg ahogy mondja az ember, nem nagyon lehet minden szerepnek mindig megfelelni, nek óhatatlanul van egyfajta hatása a választópolgára, aki meg szerintem sokszor igazából nem is tudta, hogy akkor most ő miként is tekintsen a polgármesterére. Városvezetőként, vagy mondjuk vezető pártpolitikusként. És ez persze, hogy nem kedvez annak, hogy egy ilyen felmérés alkalmával mondjuk kedvező ítéletet tudjon hozni a kérdésben. Ugye, csak mondok egy példát, emlékeztek, Gyurcsány Ferenc annak idején, mint miniszterelnökén már kőkeményen kapta az ívet a Fidesztől, miközben Kós Lajos nem tette meg azt, hogy Debrecen polgármestereként ne fogadja azt a miniszterelnököt, aki meg egyébként milliárdokat hoz a városnak. Vagy hozott a városnak, ott volt egy-két olyan fejlesztés, ugye, amiből Debrecen profitálhatott. Tehát igazság szerint szerintem már olykor maguk a polgármesterek is zavarba voltak, és ez persze, hogy visszahat a választóikra is. Hát ez ugye, az egyik olvasat. Most a modern városok programja kapcsán ugye másik irányból előjött, azt hiszem Salgó-Tarján esetét lehet felhozni. Persze, tehát amit mondasz, ez egyértelműen így van, meg azt gondolom, hogy egy nagyon fontos építőköve annak, hogy ugye általában bizalmatlanok vagyunk a politikai vezetőinkkel kapcsolatban. Én inkább egy kicsit más irányba vinném ezt a dolgot. Ugye a bizalom az egy nagyon érdekes dolog, egy nehezen megfogható valami, nagyon, nagyon sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy elnyerjük valakinek a bizalmát, konzekvensen kell viselkednünk, a cselekedeteinknek azért őszintének kell lenniük, és mi is el kell higgyük már, mint politikai vezetőként, hogy... De egyébként ez a magánéletben is így van. Persze, arra akarom fordítani ezt a dolgot, hogy ebből a szempontból ugye a politikusok, meg a politikai élet résztvevői ugye reflektorfényben vannak. Tehát ők náluk nagyon könnyen sebezhető ez a szféra. Tehát elég egy hogy is mondjam, nem konzekvens megnyilatkozás, elég egy ilyen dolog, hogy most fogadjak-e egy más pártállású országvezetőt, vagy ne, hogy milyen nyilatkozatot tegyek, elfogadjam-e városvezetőként a felajánlott állami segítséget, vagy ne. De én azt gondolom, hogy ez azért egy kicsit nagyobb perspektívát igényel. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszerváltástól folyamatosan, hogy is mondjam, romlik a politikusok megítélése. Ugye a 90-es évek elején nyilván volt egy ilyen hurrá optimista hangulat, hogy majd az újak megváltják a közéletet és hoznak egy tisztaságot, de valahogy nem ebbe az irányba mentünk el. A politikai élet pedig egyre inkább eltávolodik a közemberektől, tehát elvárja, hogy elmenjél voksolni, és utána nyilván ez a képviseleti demokráciának a sajátja, utána nagyon nehezen számon kérhető. Tehát amilyen pénzekről döntenek, amilyen sorsokról döntenek, én azt gondolom, hogy nincsen egyensúlyba a számon kérhetőség. Tehát egy cégvezető, ha bebuktat egy céget, akkor nagyon komoly szankcionálási lehetőségek vannak. Én, ha munkahelyemen elrontok valamit, nagyon komoly szankcionálási lehetőségek vannak. Politikusoknál pedig egy óriási időbeli eltolódás van, ha egyáltalán számon kérjük rajta egy rossz döntésnek a következményeit. A másik, hogy én, aki felhatalmazok a voksommal egy képviselőt, hogy képviseljen engem, én vajon mit várok tőle? Tehát az én bizalmam az vajon mire van alapozva? Hiszen én arra hatalmazom fel, hogy közösségi döntést, közösségi térbe mozogjon, és a közösség érdekébe döntsön. A sikert viszont a saját bőrömön, vagy a kudarcot a saját bőrömön érzékelem, vagy tapasztalom, tehát ez viszont más dimenzió, nem? Gondoljátok ezt a dolgot? Tehát, igen, bár Magyarországon amúgy sem általában ugye a bizalom sokszor ki sem alakul mondjuk a képviselőjelölt meg a választók között, hiszen Magyarországon azt nagyon jellemző, nem is az én tapasztalatom az az, hogy ha mondjuk egy hónappal a voksolás után megkérdezem az illetőt, hogy egyébként az ő közvetében ki volt a képviselőjelölt, nem az, hogy kire szavazott, most teljesen mindegy, kik voltak egyáltalán, beleértve azt is, akire adta a voksát, akkor még a nevét se tudja megmondani. Nyilván a pártot igen, de általában így választanak. Tehát nem is alakul ki az a fajta, hogy mondjam, ilyenfajta kohézió, ami esetleg ezt működtetni, ezt a bizalmi szférát, amit mondtál, ami szükségeltetne hozzá. Illetve van egy másik, ha már bizalom és politika, ugye megnézzük a különböző településeket nagyság szerint, azt látjuk, hogy minél inkább megyünk lefele a községek irányába, annál inkább tűnik el a pártpolitikai kötődés a polgármesterek részéről. Tehát azért megkockáztatom, a községek nagy részébe ma is Magyarországon független a polgármester, mert sokkal döntőbb az embereknek a személyes viszonya, vagy az, amit látnak, tapasztalnak, hiszen az egy akkora település, amiről az ember azért képben van. Azért Debrecen már szerintem túl nagy lépték ahhoz, hogy folyamatosan tudjuk, hogy mondjuk a városban hol mi történik, hiszen van, hogy az ember alig mozdul ki, majd, hogy nem arról abból a városrészből, ahol él, lakik, dolgozik. A falun ez mennyivel másképpen van. Sokkal kevésbé hagyják az emberek magukat befolyásolni, hogy kinek milyen pártnak esetlegesen a tagja vagy képviselőjelöltje. Sokkal nagyobb szerepe van a személyes benyomásoknak, a kapcsolatoknak. Így van, és mi a bajunk, legalábbis a felmérés szerint, mi a bajunk a történelmi felekezetekkel, vagy akár az egyházzal? Tehát ha ez igaznak fogadjuk el, hogy a a magyar embereknek a jókora része, egész konkrétan a többsége bizalmatlan a történelmi magyar felekezetekkel szemben, akkor mondjuk fogadjuk el ezt így, és beszélgessünk arra, hogy miért lehet ez. Gondoltok bele, tehát elvileg ott ugye nem, most azt viszont könnyű megmagyarázni, hogy egy politikus, úgy általában, vagy egy magyar politikus, miért lehet esetlegesen hitelvesztett. Erre lehet mondani egy csomó jobbról, balról, mindenfajta példát. Na, de nem feltétlenül igaz ez, vagy nem feltétlenül igaz ez valóban egy felekezetre, vagy egy egyházra, tehát ez nem ugyanaz a dolog, nem ugyanaz a sors, nem ugyanaz a probléma, szerintem legalábbis. Szerintem tele vagyunk sztereotípiákkal, ez az egyik probléma. Ugye nagyon-nagyon, tehát azért a magyar társadalom túlnyomó részének viszonylag kevés kapcsolata van az egyházakkal. Nem is feltétlenül vallásos, vagy ha vallásos is, nem templomba járó, magyarul nem nagyon találkozik mondjuk papokkal. Na már, ha nem találkozik papokkal, akkor honnan tudhatná, hogy egyébként ők milyenek a személyes kapcsolatok terén. Szerintem a valóságban mindig általában pozitívabb a helyzet. Ott a személyes benyomásunk van az, hogy arról, hogy mondjuk milyen igehirdetést hallunk a templomban, az inkább hajlamos vagyok azt gondolni, hogy a pozitív vélemény felé tol minket, mint hogyha nem vagyunk vallásosak, vannak sztereotípiánk, hogy általában szerintünk mondjuk a papok mit beszélnek a templomba, és akkor azt mondjuk, hogy hülyeséget beszélnek a templomba. Anélkül, hogy egyébként jártunk volna mondjuk akár valaha életünkben, teszem azt egy istentiszteleten. Tehát most nem azért mondom, hogy az egyházakat védjem ebben a kérdésben, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy szerintem 10-ből 8 embernek ma valójában fogalma sincs arról, hogy mi zajlik ott azon a szintéren. Ez igaz, tehát ez most konkrétan arról van szó, hogy úgy nyilatkozunk meg egy könyvről vagy egy filmről, amelyet nem olvastunk és nem láttunk. Tehát nem arról van szó, hogy dicsérni kell, csak hogy nem történt meg a megtekintés, mint olyan, akkor innentől kezdve valóban ez egy élő probléma, amit mondtál. Igen. Ugyanakkor egy visszatérő dolog, amit én szoktam hangsúlyozni, hogy ahhoz képest, hogy mennyien járnak templomba, ahhoz képest, nem tudom, a hétköznapok nem úgy telnek, ahogy kellene, hogy teljenek. Tehát ha egy picit is megérint bennünket az, amit ott hallunk vasárnaponta, akkor valahogy nem így kellene a hétköznapjainkat csinálni. És én azt gondolom, hogy ez az a rész, aki egyáltalán nyitott arra, hogy személyes tapasztalatot szerezzen, és egy közösség részeként tegyen egy felekezet előrehaladása érdekében. Az, hogy most kik nyilatkoztak így ezzel kapcsolatban, hogy ők nem bíznak az egyházakba. Jó, persze, azért lehet, hogy ez most az 5. kerületben, vagy a nem tudom, Kőbányán készült a felmérés. Nagyon sokat szoktam vitatkozni barátaimmal ezzel, vagy ebben a témában, és ahogy mondod, tehát úgy nyilatkoznak valamiről, hogy nincsenek személyes tapasztalatok. Engem most például ez a téma azért közvetetten, nem tudom, hogy láttátok-e a Tordai Vallásbekének a 450. évfordulójának az ünnepségét ugye Tordáról, és azért részletekben igen. Ez nekem egy felemelő érzés, én unitárius vagyok, és azért melengedte a szívemet, és szerintem ezt is nagyon kevesen tudják, hogy a világon először Erdélybe, de nyilván magyar kultúrkörben mondták ki azt, hogy mindenki szabadon vállalhatja a hitét, sőt terjesztheti, hiszen a hit Isten ajándéka. És akkor itt visszatérve a bizalomra, megint a bizalmatlanok vagyunk, úgy általában tele vagyunk félelmekkel és mindenféle sztereotípiákkal, és nem akarjuk elfogadni ezt az ajándékot, mert a hit az tényleg egy ajándék, tehát az egyházak nem csak úgy vannak, meg nem maguktól működnek, hanem nekünk, mint egyháztagoknak ott kell lenni, testben, lélekben, pénzzel hozzá kell járulni, hogy igen, az a templom az álljon, meg ne szakadjon be a tetőzet, stb. Stb. Tehát ez egy közösségi dolog, ahol egy szinergia hatás érvényesül. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy nem bízik az egyházakba, akkor valószínűleg magában nem bízik, stb. Stb. Értem, de hadd hozzak még egy szempontot be, ami egy kicsit lehet, hogy erős lesz nektek most így ennyi egyébként nagyon okos gondolat után, de nekem erről az is eszembe jutott, hogy van egy olyan, hogy legendás magyar irigység. Tehát ugye Magyarországon azért tisztelt a kivételnek, az emberek többsége az hát borzasztóan rühellő, hogy ezt a csúnya szót használjam, azt, akinek egy kicsit is jól megy. Tehát teljesen mindegy, hogy anyagilag vagy szakmailag sikeres, az nálunk nem szokott népszerű lenni. Vagy legalábbis, hogyha látszólag népszerű is, egyébként ugye őt körülbelül embert meg nagy része, vagy jelentős része a vesztét kívánja, és alig várja, hogy megbukjon. És hát nyilván kinek megy jól, adott esetben mehet jól egy politikusnak, ha éppen az ő általa képviselt erő van hatalmon, adott esetben mehet jól, vagy legalábbis az átlagnál jobban mehet egy helyi polgármesternek, még akkor is, ha nagyon pici településen dolgozik, nem sok pénzre egyébként, tehát nem sok pénzt keresnek, de azért a közmunkásnál vélhetőleg azért jobban megy a sora. És hát én nem egy olyan idős emberrel beszéltem, akik rendkívül mélyhitű, így nagyon jó szándékú, rendkívül becsületes idős emberek voltak, templomjáró emberek, akik azt mondták, hogy ők nagyon nehezen alakoznak, mert tele van az egyház pénzzel, és ők nem nagyon érzik azt, hogy ebből nagyon sokat visszaosztanának, úgyhogy nem nagyon érzi szükségét ahhoz, hogy a persejbe dobálja azt a pénzt, amit ő vérverítékkel megkeresett, hiszen ha csak szétnéz, mondja ő, akkor láthatja, hogy meg hát olvassa a híreket, hogy mennyi állami támogatást kapnak, és így tovább, és így tovább. Tehát lehet egy ilyen szegmens is benne, de ez nem biztos, hogy így van, ezt csak én gondolom, hogy egyszerűen a bizalom, hogy nem bízom bennük, ez annak is lehet a kivetülése, hogy egyszerűen nem szeretem őket, mert nekik jó megy, nekem meg nem. Nem tudom, erről mi a... Egyetértek, és még ekkor még egy olvasattal kiegésztem. Istozatosan keveset tudunk arról, hogy hogyan működik a politika, hogy hogyan működnek a politikusok. Ugye ma Magyarországon, sőt, hát most már nem csak ma és nem csak Magyarországon, hajlamosak vagyunk elsősorban magát a politikát, azt ilyen egyfajta morális alapzatról megítélni. Hogyha szépeket mond, meg úgy illeszkedik azokba a dolgokba, amiről most, amit adott dolgokról mostanában szokás gondolni, ha nem bánt senkit, hogyha nem megy bele konfliktusokba, akkor hajlamosak vagyunk jobb véleménnyel lenni arról a politikusról, mint aki esetlegesen napi csatákba megy bele, de nincs tehetsége elmondani, vagy nincs érdekében elmondani, hogy pontosan miért teszi ezt. Na, csak azt akarom igazából mondani, hogy annyira összetett a politika, annyi minden másról szól a moralizálgatás mellett, és ugye ennek azért egy része nyers hatalomtechnikai kérdés, ami sosem lesz szimpatikus egy tévénéző számára. Egy jelentős része dörzsöltség, manipuláció, ravaszkodás, amik szükségszerűen olyan fogalmak, amik nagyon nehezen ébresztenek igazából bizalmat az emberekbe, pedig ez sokkal inkább a politikának, meg a politikusnak a savaborsa, mint hogy szépeket mondjon. Az csak az éremnek a fényesebbik oldala, amit látunk. De az árnyaltabbat meg nem nagyon szeretjük nézni, az nem tetszik nekünk, csak hogy a politika úgy működik, hogy az árnyasabb oldalon születnek meg valójában, vagy születik meg az, hogy valaki jó politikus-e, vagy nem. Hogy képes-e érdekeket érvényesítetni, vagy nem. Az sokszor nem megy mézes mázos szavakkal. Képes-e, akkor milyen tehát miket érvényesít? Mert ugye az sem mindegy, hogy na értitek, tehát lehet azért küzdeni vérverítékkel a politikában, manipulációval, félhazugságokkal, féligazságokkal, hogy végre legyen abban a városban valami, ami addig nem volt, meg ugyanezt végig lehet csinálni teljesen más szempontok alapján. Tehát én értem a hatalomtechnikát, amiről beszélsz, de ugye nem mindegy, mi az, ami igazából a végcél, hogy hova jutunk ezáltal. Tehát, de amit mondtál, ez valóban igaz, amit mondtál, ez nagyon igaz. Tehát mi, akik azért közéleti dolgokban csak mozgunk pár évtizede, mi sem nagyon sejtjük egyébként, hogy a mindennapokban egyébként ez hogy működik. És valószínűleg a fejünkhöz is kapnánk, ha sokszor tudnánk, hogy egy adott fontos dolog az valójában hogy dől el, mert gondolom ők is azért, tehát ők is ugyanolyan esendő emberek, mint mi, ők is rohannak, nekik is vannak gyerekei, ne adj Isten, ők is szeretnének azért jól élni, és lehet, hogy nem diadalút vezet minden beruházásig, vagy minden sikerig, hanem olyan kerülő utak, amiket esetlegesen még jobb, ha azok a szavazók sem látnak tisztán és világosan, akik egyébként az adott polgármesterre adnák a voksukat. Na, csak azt arra akarok kiukadni, hogy marha összetett ez az egész történet. Nem csodálom, hogy a politikusok mindig is esetleg az utolsók között lesznek az ilyen bizalmi listákon. Egy dolog vigasztal, hogy az újságírók még lehetőleg utánuk fognak végezni mindig. Igen, de ez egy nagyon komoly kérdés, tehát erre egy műsor folyamot kell szentelnünk egyébként a mai magyar sajtóhelyzetnek, mert egyáltalán nem csak a mainak, tehát mindegy, ezt majd körülbelül egy új műsorban, egy másik műsorban meg fogjuk beszélni, de egyébként... Jelentős a válság. Nagyon jelentős a válság, én magam már nagyon meggondolom, hogy társaságban elmondjam, hogy mivel foglalkozom, noha úgy indult a pályám, hogy rendkívül büszke voltam rá, hogy ezzel foglalkozhatom, de hát ez tényleg egy másik kérdés. Andris? Igen, osztom ezt a véleményt, hogy rendkívül szimpatikus és sokszor kommunikáció technikai kérdések állnak a középpontba, és nem pedig a szakmai dolgok. Aztán egy másik dolog, ami eszembe jutott, mármint a politikai döntések és a politikusok megnyilvánulásaival kapcsolatban, hogy ugye ezen is szoktunk vitatkozni, hogy vajon olyan-e a vezetőség, olyan-e a politikai elit, amilyen a nép, vagy olyan a nép, amilyen a politikai vezetés, minek adózzak, hogyha ezt csinálják az adóforintjaimból, hát ő is azt csinálja, akkor én is ezt fogom csinálni, stb. Stb. Én kimerem mondani, hogy én azt gondolom, hogy olyan a politikai vezetésünk, amilyenek mi magunk vagyunk. Ezt vállalom, ezt szoktam is hangoztatni. Tehát úgy általában a politikatudomány, vagy politológia azt nem veszi politikai aktivitásnak, hogy valaki elmegy szavazni 4 évente. Hanem az egyén politikai aktivitását sokkal inkább méri azon, hogy civil szervezetekbe dolgozik, hogy közösségbe gondolkodik, hogy cselekszik, hogy aktivizálja magát. Tehát az nem politikai tevékenység, hogy megnézem az esti híradót, és osztom utána az észt a haveroknak. Bármennyire is azt gondolják sokan, hogy ez a politizálás. Aztán szerintem ennyit erről most majd. Értem, de viszont gyerekek, van egy nagyon-nagyon jellemző dolog, ami egész Magyarországot összefogja. És az összes magyar, aki létezik, megegyezik benne. Mégpedig abban, hogy borzasztóan sokat dolgozunk. Tehát mi magyarok többenetes. Tehát ha bárkit megkérdezett, teljesen mivel foglalkozik, fú, nagyon sokat kell dolgozni. Tehát annyit kell dolgozni, hogy megőrülök, összeragyok, nem bírom, állandóan dolgozni kell. Futok, rohanok, borzasztó. Lehet, hogy ez így is van. Azonban egy tény, hogy ha egy nagyon komoly jelentés szerint mi mondjuk a gazdaságilag értelmezhető országok közül, amelyek a világon vannak, tehát OECD tagországok közül, hogy a középmezőnyben helyezkedünk el, abban a tekintetben, hogy egy évben hány órát kell dolgoznunk. Lehet, hogy most a kedves nézők meg fognak lepődni, a legtöbbet, legalábbis óraszám tekintetében a mexikóiak dolgoznak, évente több mint 2200-2300 órát húznak a munkájukon. A legkevesebbet, ezen nem fognak meglepődni a kedves nézők, a németek dolgoznak, ők olyan 1200-1300 órát nyomnak le, legalábbis a jelentés szerint évente. Mi magyarok egyébként ennek az átlagnak megfelelő 1700 óra, évi óra munkát tudunk felmutatni, ami nem sok, nem kevés, de úgy középen helyezkedik el. Na, a kérdésem a következő lenne elsőként, hogy szerintetek ez reális lehet-e? 1-2... sok ez vagy kevés, vagy ki lehet számolni egy kis fejszámolással, hogy ugye egy évben 365 nap van, ugye azt beszéljük, hogy 1700 óra per év, tehát nagyjából ki lehet számolni, hogy mi jön ki. Tehát sok vagy kevés, illetőleg, hogy szerintetek miből adódhat a mexikóiaknak a borzasztó munkakedve. De nyilván ebben most nem fogjuk el belemenni. Na de most komolyan. Tehát a magyarok úgy érzik, hogy borzasztó sokat dolgoznak. Ez szerint a kimutatás szerint azért van sok olyan hely a világon, ahol sokkal rosszabb a helyzet. Hát a sok vagy kevésre szerintem elég egy olyan adatot felhozni, hogy az egyfőre jutó GDP ezen országok közül Mexikóba messze a legalacsonyabb. Tehát az, hogy most én egy 1x1-es járdakövet seplegetek egész nap, vagy 16 órában, attól még ez nem lesz produktív és nem lesz olyan hatékony munkavégzés. Tehát attól sokat dolgozunk, nem fogunk olyan értéket előállítani, hogy közösségi értéket teremtsünk, mégpedig jelentőset. Inkább arra hívja fel a figyelmet, mondjuk európai összehasonlításba, hogy továbbra is fennáll az a nagyon régi megosztás, hogy bizony van egy centrum, meg van egy olyan periféria, ahol nem a magas hozzáadott érték előállítása történik, vagy ha mégis egy-két külföldi befektető vagy külföldi tőkerő cég révén mégiscsak valamiféle innovatív dolgot állítunk elő, akkor ügyes optimalizálási technikákkal azért nem itt csapódik le a nyereség. Úgyhogy... Igen, ez tényleg egyébként egy beszédes adat. Én eléggé meglepődtem, ami a németeket illeti. Miközben ugye lépten nyomon azt halljuk, hogy a németek a leghatékonyabb. A Németországban szervezik meg leginkább hatékonyan a munkavégzés, mert ugye itt nem csak azt jelenti ez, hogy a németek a leghatékonyabb munkavégzők, hanem dolgozik ott 1 millió külföld, de a németek értenek ahhoz a legjobban, hogy a leghatékonyabban biztosítsák a munkavégzés, a leghatékonyabb munkavégzés feltételét biztosítsák, bocsánat. Így van. Ez egy jó üzenet egyébként azoknak, akik jóval többet dolgoznak, mert lehet, hogy ugyan többet dolgoznak, amit te is mondtál, de nem feltétlenül lesz annak olyan komoly hozadéka. A németekre gondolva megjegyzem, olvastam róluk korábban olyat, hogy már tiltja, vagy korlátozzák azt, hogy munkaidő után neki nehogy elolvassák a főnökük e-mailjét, ami mondjuk Magyarországon ugye egyenlőre még, hát ez egy bevált gyakorlat, fogalmazzunk így finoman, hogy azért válaszolnod kell munkaidő után a főnöknek. Hát, sőt, elérhetőnek kell lenni. Elérhetőnek kell lenni. Persze. Igen, ott már kifejezetten például a szolgáltató mobiltelefonokra vonatkozóan is, hogy ki kell kapcsolni. Nem is lehetsz elérni. Lacsi, nem tudom, hogy annak idején a naplóban mikor érkeztél, de szerintem még abban az időszakban, amikor, de ezt majd te megmondod, együtt dolgoztunk, és nem tudom, emlékszel rá, ugye a 90-es években ugye nem volt ilyen formán internet, nem volt mobiltelefon, nem volt e-mail, stb. Ami azt jelentette, hogy ha kiépett valaki a munkahelyéről, akár egy újságíró, tehát teljesen mindegyébként, akkor az be volt fejezve effektíve, ugyanis nem tudták elérni. Hát volt egy otthoni telefonszáma, de egy normális újságíró nem hazament, ugyebár, főleg fiatal korában, hanem máshova. Tehát ilyen formán, ha akarták, se tudták volna zaklatni, de egyébként minden más munkahelyen is így volt ez. Tehát vége, kiléptünk, tehát ezek szerint a németek visszaérnek a 25 év ezelőtti módszerhez, tehát végre az a paradicsomi állapot visszaáll, hogy az ember, amikor a munkahelyen dolgozik, amikor meg nem a munkahelyen, akkor nem dolgozik. Én is egyébként lehet, hogy majd, tehát van is ebben némi igazság, némi bölcsesség ebben. Egyébként van. Igen, persze, hát emlékszem, hogy nem. De az újságíró különös állat, tehát az nem normális, az nem normális ember az újságíró, mert ugye az, hogy 5-6-kor felhív ügyeletesként egy olvasó, egy bármilyen kérdésre, az nálunk majd, hogy nem természetes volt. Igen. Egyébként meg igen, az, hogy a mexikóiak többet dolgoznak, mint a japánok, hát az is számomra elég meredek, igen. Mert hát messze vagyunk Japántól, és ilyenkor tényleg mindig nehéz megítélni, hogy mi a helyzet Japánban, mi a valóság Japánban, de amikor az ember azt hallja, hogy micsoda társadalmi problémákat okoz, izoláció, elmagányosodást, egészségügyi problémákat, párkapcsolati folyamatos problémákat, az, hogy az emberek ugye olyan munkakultúrába születnek, amely a 10 órás munkavégzést azt majd, hogy nem alapnak tekinti, miközben nyilván ott is csak 8 óra lenne a munkaidő. Tehát kicsit ez így meredeken hallottam, hogy a mexikói. Igen, bár azért a mexikóiak védelmében, hogy mondjam el, hogy egy olyan szempont is elképzelhető szerintem, hogy egész egyszerűen ahhoz a minimális összeghez, amit össze lehet szedni, nekik többet kell dolgozni. Világos. Tehát értitek? Tehát hogy egyszerűen tehát, hogy úgy jön ki az órabér, hogy neki többet kell beletennie, hogy azt a minimális dolgot megkapja, mint más országokban mondjuk 8 órába is megkapja azt a kis pénzt, amihez ott kell 12, tehát ilyen szempont is. Igen, csak ugye a japánokról az a kép van, hogy ők ugye együtt élnek a céggel, a főnökkel, ott kezdik és ott végzik a pályafutásukat, ráadásul külön szavuk van a túlterheltség miatt öngyilkos, tehát a munkahelyi stressz okozta öngyilkosságra. Úgyhogy, de a japánokat ugye ilyen szempontból nagyon furcsa vizsgálni, például a ponton múltkor olvastam egy nagyon érdekes történelmi dokumentum részt, ami arról szólt, hogy egy kamikáze pilótáról szólt, akinek a unokája ment el kutatni és túrni, és valós történelmi adatokat és részleteket megtudni arról, hogy a nagyapja hogy miként élt, meg halt, mert meg is halt egy bevetésnél, de tényleg, tehát nem elmondásból, vagy nem pusztán, hanem tényleg levéltárakba, stb. És ott megtalálták az egyik pilótatársának a naplóját. Az a lényeg, hogy amikor felvezették ennek a repülős egységnek azt a új haditechnikát, amit akkor a japánok bevezettek, konkrétan a kamikáze technikát, tehát hogy rá kéne esni egy mondjuk hadihajóra konkrétan, akkor ott álltak abban a teremben 35-en. Az a kis egység, az a repülő egység annyi emberből állt. Többségük egyébként akkor 3-4 hónapja végzett a kiképzéssel, tehát friss húsok voltak. És amikor föltette a rangidős tiszt azt a kérdést, hogy hát akkor ez elmagyarázta, hogy erről lenne szó a bevetési technikáról, és ki az, aki önként vállalja ezt a technikát. És a naplólisztet szerint, és nem hiszem, hogy hazudott volna, mind a 30-an előre jöttek. Tehát ők ilyenek, tehát nálunk azért nem nagyon kell őket biztatni, hogy csinálj valamit, de nem is ezek szerint. Visszatérve az OECD-re, hallgattam az egyik magyar vezetőnek a nyilatkozatát 2 hónappal ezelőtt, és ő mondta, hogy az európai munkaerőpiac drasztikusan át fog alakulni kb. 2 évtizeden belül, és a mai élő munkaerőnek kb. 40%-a válik feleslegessé. Tehát ez, amit mondunk, hogy belenövünk egy munkaalapú társadalomba, ez azért valószínűleg a következő évtizedekben egy picit, hogy is mondjam, átértékelésre szorul, mert ugye olyan robotizáció jön, hogy kivált egy csomó olyan élőmunka igényt, amit most el se tudunk képzelni. Igen, bár Magyarországon azért mindig 30-40 év csúszás van, világos, tehát azért számít hozzá. És például ugye az angol azt mondja, hogy kék galéros munka, most olvastam egy tök jó cikket erről, hogy a jövő kék galéros, vagy mondjuk az klasszikus életben fizikai munkásai, azok a programozók lesznek. Tehát, hogy akik ott fognak ülni egész nap, 10 órába programoznak. Nyilván nem olyan, nem is tudom milyen innovatív dolgokat, hanem sablonokat, de azt nyomják. Mind régen a bányába dolgoztak 10 órát, most a szalag mellett, ez végig ugyanaz. Most a gép előtt. Hát értem, és akkor így a végére, így az zárásként mondjuk, hagyd tegyem már föl nektek azt a kérdést, hogy regenkül egyszerű alma meg költe lesz, tehát egyébként csak olyan sokat hallottam embereket vitatkozni erről a kérdésről, hogy mi a nehezebb, szellemi munka vagy a fizikai? Mind a kettő nehéz adott esetben, ezt értem. Hogy akkor hogyan lehet őket egyáltalán összemérni, vagy mik a legfőbb jellemzői, hogy látjátok? Mert ugye egyik vélemény azt mondja, hogy na, kubikoltálta volna ott édesfiam a földön. Nyáron, 45 fokban, tűzőnapon, egy pici kis vízzel ellátva, étel nélkül, és akkor mond nekem, hogy te mennyire elfáradtál este. A másik azt mondja, hogy jó, te próbáltad volna meg ma mondjuk reggel fél 6-tól este 8-ig folyamatosan csinálni a szájtógépmert a dolgodat, ami alapelvárás, úgyhogy közben még 1000 más dolgod van, és akkor hogy éreznéd magad mama? Tehát ugye ez a két alapvető szélsőséges vélemény van, ti hogy látjátok ezt? Én tök hiteltelen vagyok, mert a hagyományos értelembe vett fizikai munkát sosem végeztem. Én azt gondolom, hogy a fizikai munka jóval nehezebb a szellemi munkánál, olyan értelemben, egyrészt fizikai, meglepő módon fizikailag. Én egyébként például meg tudok éhezni ülőmunka közben, ezt nem tudom, látok, hogy van ilyen, esküszöm meg. Másrészt szerintem egyszerűen a szellemi munka több örömöt ad az embernek, lehet olyat is, amit a fizikai nem, márpedig ebbe a tudatba dolgozni fizikai munkásként sokkal nehezebb. Tehát fizikailag is, meg szellemileg is nehezebbnek érezném azt, hogy komoly, kemény fizikai munkát végezzek. Hát akkor én azt mondom, hogy alma is, meg költe is, tehát hogy mind a kettő lehet produktív, kreatív és alkotásgazdag. Tehát én nagyon szeretek szellemi munka után fizikai munkát végezni, és ha az egyik egy picit túlsúlyban van, akkor utána igényem van a másikra. Tehát én a kettőt azt nagyon épp testben, épp lélek, és stb. Tehát, hogy a szellem és a test, ezért nagyon bírtam azt a szocialista kezdeményezést, ugye, hogy az egyetemről kivitték az emberkéket fizikai munkára, hát most is ráférne szerintem 1-2 irodistára. Egyébként nagyon érdekes, erről is beszélgetünk majd, hogy most lejárt az időnk, de majd a következő alkalommal, hogyha jöttök hozzám, akkor majd elbeszélgetünk mondjuk az építőtáborokról. A kedves nézőink egy része bizonyára tudja, az, aki meg nem, azoknak majd elmondjuk, jó? Köszönöm szépen, itt voltatok. Köszönjük szépen. A nézőknek köszönöm a figyelmet, minden jót, viszlát!